Köszöntök mindenkit! Bizonyára nem magától értetődő, hogy katolikus teológusként kértem, hogy szólhassak ma néhány szót. Mégpedig azért, mert amikor a nyáron elfogadták az egyházügyi törvényt, azóta, akkor és azóta többször a következő rész jutott eszembe Lukács evangéliumából. Volt egy gazdag ember, bíborban és patyolatban járt, és minden nap nagy lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű kódos is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Örült volna, ha jól lakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek, és nyalogatták sebeit. Miért ez a rész jutott mindig eszembe? Azért, mert úgy éreztem katolikusként, minthogyha engem a gazdag közé soroltak volna. A kisemmizett kisegyházakat pedig a koldus Lázár szerepére kényszerítették volna. Ez nem felel meg sem az evangélium szellemének, sem az én egyházam tanításának. Az evangélium azt mondja, hogy amit a legkisebbnek tettétek, azt nekem tettétek, mondja Jézus. Amit a katolikus egyház tanít, az ugyanez, a szolidaritás. Mi nem tehetünk olyat, az evangélium szerint legalábbis nem tehetnénk olyat, ahol mi kerülünk olyan helyzetbe, hogy mások, a szegények, a kicsik, a koldusok kárára előnyben részesülünk. Az új egyházügyi törvény, bízunk benne, hogy ez mától nem így lesz. De amit nyáron elfogadtak, az arról szólt, hogy ha valaki egy kis egyházhoz tartozott, nem ajánlhatta fel többé adója 1%-át a saját egyházának, hanem kénytelen vagy a 14 elismertek egyikének felajánlani, vagy az állam kasszájában hagyni, és a saját közösségét pluszból támogatni. Mi ez, hanem diszkrimináció? Ez ellen szeretnék itt tiltakozni. A másik dolog, ugyanennek a nyáron elfogadott törvénynek egy újabb passzusa, remélem ma ez sem marad érvényben, ugye az azt mondta ki, hogy arról, hogy melyik vallási közösség, későbbiekben egyesület, méltó arra, hogy elnyerje az egyházi státuszt, arról a politikai pártok képviselői kétharmados többséggel döntenek. Katolikus teológusként jól tudom, mi a főkegyúri jog, amikor a király, akárhogy nevezzék is, elnök, miniszterelnök, teljesen mindegy, dönt arról, hogy mi lehet az ő birodalmában, felügyeletet gyakorol a vallás fölött. Ezt nem szeretnénk vissza, ez a feudalizmus. De nem kell olyan messzire menni, elég 30-40 évet visszamenni a történelemben, és tudjuk az, mit jelentett, amikor a párt nagy P-vel döntött arról, hogy melyik a kellemes lelkész, melyik az elfogadott egyház, melyiket illik támogatni, és melyiket nem, melyiket kell föld alá szorítani. A nyáron elfogadott törvény egyházpolitikája nem más, mint egy kommunista egyházpolitika. Ez nekünk nem kell. Én augusztus 20-án levelet írtam a nagyobb egyházak püspökeinek, katolikusnak, reformátusoknak és evangélikusoknak. És arra kértem őket, hogy mi ne azáltal gazdagodjunk, hogy a kicsik lehulló morzsáit visszavesszük az asztalra, és őket majd a kuták nyalogatják, hanem legyünk szolidárisak. Úgy tudom, hogy néhány egyház képviselője tiszteletre méltóan szót emelt a kirekesztettek érdekében.
Sajnos az enyém a katolikus nem. Ezért én elnézést kérek, bár nem vagyok hivatali tisztségviselő. Amit viszont megtehetek, mint az Egyház Fórum főszerkesztője, amely eredetileg 25 évvel ezelőtt katolikus lapként indult, időközben ökumenikus folyóirattá vált, tehát ma már a szerkesztőségben vannak reformátusok, pontosabban van református lelkész, van evangélikus lelkész. Én most ezen a helyen szeretném kijelenteni, hogy az Egyház Fórum című folyóirat a jövőben legyen az egyházak fóruma. Azoké is, akik elismertek, azoké is, akiket nem ismernek el. Ezzel nem szeretném azt mondani, hogy fölösleges a teológiai vita, és mindent mossunk egybe. Nem erről van szó. De ez a lap nem egy dogmatikai folyóirat, nem arról szól, hogy kinek van igaza, hanem arról szól, hogy Krisztust követve van közös felelősségünk egy országban, egy társadalomban, valamennyiünkért, egymás közösségért és az egész magyarságért. Erre hívom azokat, akik szeretnének ebben részt venni. Köszönöm szépen!